Chris Mallard nyomoz. Készült Robert Quackenbush könyvéből. A texasi rablás. Írta Thomas LaPierre. Roppant izgalmasnak tűnik ez a nemzetközi rablási ügy, amin dolgozol. Most nem beszélhetek. Nem akarom, hogy bivajfej felügyelő azt higgye, bárkinek is fecsegek az ügyről. Mindenképpen velem akart jönni, amikor a gyanúsítottam elhagyta Svájcot, a lopott holmival. Titokban utaztunk és inkognitóban vagyunk itt. Jaj, annyira irigyellek! Már dolgozol az ügyön? Erről sajnos nem beszélhetek. Még nem sikerült azonosítani a bűnbanda értelmi szerzőjét. Bárcsak tudnám, merre vagy, de megértem, hogy nem árulhatod el. De ugye ellátogatsz ide, kacsástó farmra, ha megoldottad az ügyet. Tudom, hogy pejhes kacsakorodót a cowboy akartál lenni. Remélem, hamarosan valóra válik az álmom. Jó, majd gondolok rád, ha naplementekor lovagolok. És vigyázz, ne kever egy semmiféle rejtélyes ügybe. Egy is éppen elég. Jaj, ne butáskodj, Willard! Ugyan mi történhet egy kellemes lovaglás közben? Oly jó élni ott, hol bivaj kobarolt. Ez roppant kellemetlen. Nem hiába nevezik ezt a helyet elhagyott vidéknek. Ha sötétedésig nem jutok vissza a kacsástó farmra, lehet, hogy elveszem ebben a nagy texasi vadonban. Tehát minden helyet át kell fésülnünk Texasban. Úgy teszünk, mintha cowboyok lennénk. Nem is volt más választásunk, felügyelő úr. Inkognitóban kell maradnunk, ha el akarjuk kapni a bűnbanda tagjait. Egyébként, mielőtt rám bízta ezt az ügyet, a nénikémmel egy farmra készültünk pihenni egy kicsit. Ezért most ő is itt van Texasban. Az a mindenében kanálasszonyság! Itt van! Mindig olyasmibe üti a csőrét, ami nem rá tartozik. Főnök! Ott megy a gyanúsítottunk. Jaj, van egy kis csokoládém, cukorkám, fonalam, meg egy félig kész vetterem a kivágásaim. Sajnos nem sok egy vadonban töltendő éjszakához. Jól meghűlök, mert már nincs időm takarót kötni. Jaj, egy település! Micsoda szerencse! Talán egy másik rabláson töri a fejét. Meg kell keresnünk a rejtek helyét. Elnézést, sajnos elveszítettem a lovamat. Megengedi, hogy telefonáljak. Hogy ne, asszonyom? A nevem Marjorie Mallard. Azt a vágtázó ménes ragyogóját. Gyerünk, nyisd ki jól a szemed, mert igazi csodát látsz. Itt van a híres kacsadetektív Miss Marjorie Mallard. Lópatkós Horácius a nevem. Ez a csinos nő a feleségem Florence, a két ifjú pedig Szárnyas Phil és Tracy, a szomszédos farmon laknak. Ó, nagyon örülök. Nem akarok zavarni, már is hívom a kacsástó farmot. Kérek egy autót, amivel visszatérhetek. Szívecském, te is arra gondolsz, amire én. Úgy ám, és nem először, édes kincsem. Legyen a vendégünk, és töltse nálunk az éjszakát. Holnap pedig részt vesz a nagy ünnepi lakománkon. Mert nagy napra virradunk ám. Március 16-a minden texasi az alamúi csatát ünnepli. Ó, igazán nagyon kedvesek. Még sosem vettem részt ilyen texasi ünnepen. Jaha, Mrs. Kincse, sívja fel a kacsázó farmot, és közölje a tervünket. Aztán szóljon a szakácsnak, hogy lesz egy vendégünk vacsorára és a holnapi ünnepi ebédre. Igen, uram, de szerintem csöppet sem fog örülni. Clarence nem szereti a váratlan vendégeket. A szavalás egyre elviselhetetlenebb, drágám. Egyáltalán nem kedvelem őt. Pedig kiváló ajánlásokkal jött hozzánk. És a ház ragyog a tisztaságtól, amióta itt van. Mindent végig simít a fehér kesztyűs kezével. Már pedig jobb, ha sürgősen tanul egy kis texasi vendégszeretetet, különben pakolhatja a holmiát. Menjünk, mindjárt felszolgálják a kaját. Mm.
Lehet, hogy megtaláltuk a fő kolompos rejtek helyét. Talán a zsák az összerabolt zsákmányt rejti. Gondolkozz, Willard, gondolkozz! Vajon a nénikém mit tenne ebben a helyzetben? Mi a nyavaja van? Mi az, talán meghibbantak? Igen, vagyis nem. Azaz, bocsásson meg, menjen csak vissza a házba, majd mi összeszedjük a szemetet. Ajánlom is, és csipkedjék magukat, mert szólok a főnöknek, hogy micsoda hülye alakok. Hát, legalább megtudtuk, hogy mit vitt a zsákjában. Szemetet. Jobb lesz, ha mielőbb megoldja ezt az ügyet, különben nagyon nagy bajba kerül. Bár csak itt lenne a nénikém. Ő tudná, hogy mit tegyek. Ha? Nénikém! Hát ez meg mit keres itt? Na, meséljen, Miss Malát. Van magában texasi vér? Nem tudok róla. Mi lópatkósok az első telepesekkel jöttünk ide. Már ezerszer mesélted. Mindenki kívülről fújja a mesét. Mondok valamit, kisasszony. Ha megkajáltunk, mutatok egy darabkát Texas történelméből. Ó, hisz ez csodálatos. Köszönöm. Moccani sem tud a drágalátos nénikéje nélkül. Igazam van, récefi? Úgy tudtam, a kacsástó farmra megy. Ugyanis ott akartunk vakációzni. Récefi, megparancsolom, hogy egy szót se beszéljen vele. Ugye megértette? Nem fogja a nénikéje elszúrni az ügyet. Igen, holnap nagy nap lesz a lópatkósok számára. Az államnak ajándékozom Texas történelmének egy darabkáját az Alamo nemzeti ünnepparádéján Szárántól.